Az elmúlt hetekben már megszokott forgatókönyv szerint kezdődött a mérkőzés. Kanizsai labda birtoklási fölény, de több hazai lehetőség. János Norbert az első negyed óra végén megszerezhette volna a vezetést a Rákócinak, de Borsi Bence nagy bravúrral védeni tudott. 6 perccel később János tálalt jól Pintér elé, akit Nikics tudott szerelni az utolsó pillanatban, gyanús körülmények között, de a játékvezető sípja végül néma maradt. A 25. percben aztán János sokadik elfutása már gólt eredményezett, bár a találathoz jókora szerencse is kellett. Újabb veszélyes kaposvári lehetőség, ott van még a labda. Visszatett labda, öngól! Nikicsről pattam be. Az öngól után leült a játék, komolyabb helyzetre egészen a hosszabbításig kellett várni. Akkor előbb Ekker, majd Nikics is bevehette volna Pogacsics kapuját, de végül nem sikerült kanizsai góllal zárni az akciót. A második játék részben maradt a helyzet nélküli kanizsai mezőnyfölény a sok hibával tarkított mérkőzésen. Lőrinc Bence ugyan új szint hozott a vendégek támadójátékába, de gólt ő sem tudott szerezni. Először a 65. percben került helyzetbe, de lövését blokkolták. Aztán 5 perccel később Pogacsics tudott védeni, a hajrában pedig ismét a kaposvári kapus mentett nagyot. A mérkőzés után Koller Zoltán elmondta, hiába harcoltak a játékosai, amíg ilyen gyenge a csapat helyzet kihasználása, nem tudnak meccset nyerni. Ez a legbosszantóbb, hogy nagy energiákat mozgosítottunk ezen a meccsen, tényleg egy NB3-as szinten elég jó íromú, bár sok hibával tarkított, brusztolós meccs volt. Mérkőzés nagy részében szerintem jobban játszottunk, mint a hazai csapat. Ahhoz képest, hogy mi játszottunk idegenben, számtalan gólszerzési lehetőségünk volt, amelyek közt azért egy-kettő akadt olyan, és amire azt lehetne mondani, hogy ez ittszer. Ezeket kihagytuk, így idegenben nem lehet mérkőzést nyerni. Azzal meg sok minden nem tudok kezdeni, hogy ez a második mérkőzésünk, már úgy kapunk ki 1-0-ra, hogy egy öngólt sikerül szereznünk. Ez van. Nagy Tamás, a hazaiak vezetőedzője elismerte, a döntetlen is reális végeredmény lett volna, ugyanakkor a győzelem értékét még tovább növeli, hogy kevésbé jó játékkal is a cukorgyári gödörben tudták tartani a 3 pontot. Ezen már viccelődtünk is, hogy de jó dolog játékkal, bocsánat a kifejezésért is meccset nyerni, de mi ezt nem szégyeljük kimondani, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy mit képviselünk, hogyha emberek vagyunk, hát hogyha nem megy, mindenkinek van rossz napja. Hát most nekünk sem volt igazán jó napunk, hála a jó Istennek, hogy a Kanizsának, akit egyébként egy jó erőben, tehát jó összetételű és erősségű csapatnak tartok ebbe a mezőnybe, szerintem ez így még növeli ezt az értéket. Az NB3-ban hétközi fordulót rendeznek. Így szerdán ismét bajnokit játszik Koller Zoltán csapata. Nem lesz könnyű dolga a piroskékeknek, hiszen a listavezető BVSC érkezik az Olajbányás stadionba. A mérkőzés 13 órakor kezdődik.